A három hetes bajnoki szünet után azzal a célral léptek pályára a cápák, hogy megszerezzék első győzelmüket. Ehhez képest a harmadik percben már 12 núra vezetett az a Egerszeg, és a negyed végén is 10 pontos előnyben voltak a vendégek. A második negyedben elkezdett zárkózni a házigazda, sőt a vezetést is átvette Pető Ákos együttese. Négy pontosnál nagyobb előnyt azonban nem sikerült felépíteni, és két egerszegi triplának köszönhetően egy pontos vendégvezetésnél mentek a nagy szünetre a játékosok. Fordulás után az ott folytatta, ahol a pihenő előtt abba hajtta, percek alatt 10, majd 15 pont fölé nőtt a különbség. Ez meg is maradt a meccs végéig, így a nyíregyháziaknak továbbra is várniuk kell első sikerükre. Nagyon rosszul kezdtünk, viszont utána a vezetés is átvettük. Én nekem az a hiány inkább, hogy ott a másik negyed végén ö, ö, sajnos kimaradtak dobásunk, és adtunk el labdát, amikor lehetőségünk volt, hogy előnyel pár pontos előnyel menjünk a szünetre, sajnos ez nem következett be, és uh, valóban a harmadik negyedben uh, rosszul kezdtünk. Most nem tudom, hogy uh, a csapat azt hitte, hogy ugyanolyan rossz kezdés, és megint vissza fogunk jönni. Tehát ezt, uh, ezt el lehet játszani, de azért nem, nem mindenféle időben. Tehát egy meccsen egyszerre vissza lehet jönni, de azért kétszer már nehéz, és uh, valóban sokat. Uh, ami kicsit ne sok nehéz dobást erőltettünk, és, és bíztunk abból, hogy be fog menni, viszont már nem ment be, tehát ebbe fejlődnünk kell, hogy ebbe kell tudni a játékosoknak váltani, hogyha egy-kettő-három nehéz megoldás nem jön be, akkor nem tovább erőltetni, mert előbb-utóbb be fog jönni, csak az a kérdés, hogy milyen különbség lesz utána már a, a táblán. A vendégek edzője jó védekezésükben és a harmadik negyedben mutatott támadó játékokban látta győzelemokát. Tudtuk, hogy Perry és Dickerson nagyon jó képességű játékosok. Egy az egyben nehéz megfogni őket, ezért nagyon jó csapatvédekezésre volt szükségünk, amit sikerült is megvalósítani. Nagyon sok eladott labdával visszaengedtük az ellenfelet, amely zicseleket dobhatott. A harmadik negyedben újra jól koncentráltunk. Örülünk, mert a győzelemért jöttünk. A forduló további eredményei a következők, Körment Kaposvár 85-80, Albafehérvár Budapesti Honvéd 96-60, Keskemit Szombathely 85-95, Szolnok Atomerőműese 88-76, Szeged Sopron 88-82 és Deac Oroszlány 79-80. A tabella élén a Szombathely állhat győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező szolnokot. A hét vereséggel sereghajtó Nyíregyháza szerdán 18 órai kezdődik a szegedet fogadja a kontinentál arénában.